Valaha épített legerősebb mentőhajó bármilyen időjárásban alkalmazható, és gyakorlatilag elsüllyeszthetetlen. A sugárhajtóművek a levegőbe emelik a repülőgépeket, és nagy magasságokban a létfontosságú kabinnyomás biztosításával, valamint a vákumos WC működtetésével kényelmessé teszik az utasok életét. Ez az erőforrás megosztó egy sorozatban gyártott hibrid autóban. Mielőtt kifejlesztették volna, az ehhez hasonló autók csak tervrajzokon léteztek. Az újra tervezett Zeppelin visszatér. Külsőre lehet, hogy retro, de itt nem a történelem felidézéséről van szó. Vegyük szemügyre alaposabban ezeket a gépeket, és nézzük meg, hogyan működnek. Hogyan működnek a gépek? Hetedik rész. Ez egy motoros mentőhajó, amely az amerikai és kanadai parti őrség első számú vízikutató és mentőjárműve. Ez a világ egyik legstrapabíróbb tengeri járműve, amely szinte lehetetlen helyzetekben is életeket ment. A 14 méter hosszú erőgép képes szembeszállni a hurrikánokkal, a háborgó tengerrel, hullámokkal és akár 110 km/órás sebességű szelekkel is. Ha felborul, pillanatok alatt ismét visszafordul eredeti helyzetébe. Gyakorlatilag elsüllyeszthetetlen. Vizsgáljuk meg közelebbről. A mentőhajó átlagos hatótávolsága mintegy 370 km, legnagyobb sebessége 45 km/h, és saját tömegénél ötször nehezebb hajókat is képes elvontatni. Legénysége 4 főből áll. A kormányosból, a hajómérnökből és 2 matrózból. De van még hely 5 utas számára is. A hajótest különleges alumíniumból készül, amely nem rozsdásodik, és olyan erős, mint az acél, csak sokkal könnyebb annál. A mentőhajó akár egy 6 méteres hullámról is visszaeshet a tengerbe, anélkül, hogy egy horpadás keletkezne a testén. Az életmentéshez a hajónak azonban gyorsnak is kell lennie, ezért a hajótestet igen különlegesen alakították ki. A nagy sebesség eléréséhez a hajótestnek késként kell áthatolnia a hullámokon, és laposnak is kell lennie, hogy meg tudja lovagolni a hullámok tetejét. A hajó ezért különleges hajótesttel rendelkezik, amely elől éles, hátul pedig laposabb. Kell még egy erős motor, és a vadászgépeknél alkalmazott irányítórendszer. 2 435 lóerős dízelmotor hajtja meg a rozsdamentes acélból készült tengelyeket, amelyek végén a hajócsavarok állandó karbantartást igényelnek. Ha ezek eltörnének, akkor nincs több mentés. A hajó 4 munkaállomását vagy a zárt hajóhídról, vagy a nyitott kormányállásból irányítják. A könnyebb irányíthatóság végett a hajón számítógép vezérelte kormányrendszert használnak, amely közvetlenül reagál a kézmozdulatokra, így kis erőfeszítéssel gyorsan reagál. A kormány elforgatását elektronikus jelekké alakítják, amelyeket a számítógép a kormánylapátoknak küldött utasítással fordít le. Ez a rendszer ideális szélsőséges körülmények között működő gépeknek, és a sugárhajtású vadászgépeken is már évtizedek óta alkalmazzák. Egyes repülőgépekhez hasonlóan ez a mentőhajó is repülhet fejjel lefelé. Illetve repülni talán nem tud, de képes magától felállni, ha felborul. Alacsony súlypontjának köszönhetően csaknem 90 fokkal megdőlve is képes tartani az irányt. Ha felborul, akkor 5 vízzáró rekesze elég felhajtó erőt biztosít ahhoz, hogy a hajó magától visszaálljon eredeti helyzetébe, még akkor is, ha az 5-ből 2 rekeszt eláraszt a víz. Mindez a hajó ballaszt arányának köszönhető. Lényegében arról van szó, hogy a lent megrekedt légbuborékok a felszínre akarnak törni. A motor tömege és elhelyezkedése is segíti az orsózó mozgást. A biztonság kedvéért még egy úszó tartályt is felhelyeztek.
semmit sem bíztak a véletlenre. Mindennek jó hasznát veszi a legénység, amikor segélyhívás érkezik a csendes óceán kiszámíthatatlan északnyugati vizeiről. A bajba jutottak megtalálása épp oly nehéz lehet, mint eljutni hozzájuk. Egy körbeforgó rádió iránymérő kutatja a segélykérő jeleket. A jel kis időeltéréssel éri el az iránymérő két érzékelőjét. A rádió iránymérő a kapott adatokból kiszámítja a segélykérő jel forrását, és oda vezeti a mentőhajót még akkor is, ha azt a viharos tenger eltéríti útjától. Tiszta időben a bajba jutottak megtalálása itt fent, a nyílt fedélzeten kezdődik. Azzal, hogy 2 méterrel magasabban van, a nyílt fedélzetről 4 kilométerrel messzebbre lehet ellátni. A jobb kilátásnak köszönhetően biztonságosabb a vízbe esett személy kiemelése a vízből. A süllyesztett, a vízfelszín felett néhány centiméterre lévő kamra pedig a vízzel átitatott ruházatú hajótöröttek behúzását könnyíti meg. A hajó középső részén található túlélő helyiség segít stabilizálni a kimentettek állapotát. Vízálló és klimatizált, hogy segítse a megsérült vagy jeges vízből kihalászott hajótörötteket. Van még egy hely, ahol a víz eláraszthatja a hajót. Az ablakoknál. A zárt hajóhíd azért van, hogy biztonságos, vízhatlan helyet biztosítson a legénységnek szükség esetére. Alapos tesztelést követően azonban kiderült, hogy az ablakok gyenge pontját nem az üveg, hanem az ablakkeretbe furt csavarlyukak jelentik. Ezért a kereteket a köréjük elhelyezett akrillemezekkel erősítették meg. Az ablaknak csapódó vízereje így nagyobb felületen oszlik szét. A nagy teljesítményű motoros mentőhajó szinte elpusztíthatatlan, melyet a hajótöröttek megmentésére és a legénység megóvására terveztek. Amikor 10 000 méter magasan egy repülőgépben ülünk, több dologért is hálásak lehetünk. A sugárhajtó művekért, a kabinnyomásért és a vákumos WC-ért. A sugárhajtó műveknek köszönhetjük a biztonságot és a kényelmet, de nem csak azáltal, hogy a levegőben tartják a gépet, hanem azáltal is, hogy fenntartják a túlnyomást a kabinban és működtetik a WC-ket. Nézzük meg, hogyan működnek. A sugárhajtású repülőgépek gázturbinás hajtóműveket használnak a felszálláshoz. Egy turbólégcsavar levegőt szív a hajtóműbe, amit összesűrítenek, egy égéskamrában meggyújtanak, majd a keletkezett gáz megforgat egy turbinát. Az égő üzemanyag oxigénnel keveredik, és nagy nyomású gáz képződik. Ez forgatja meg a turbin alapátokat, amelyek a kifújt gázsugár formájában energiát állítanak elő. Ez a sugár elég erős ahhoz, hogy a segítségével a repülőgép meginduljon előre, felszálljon és a levegőben maradjon. Ez azonban csak az egyik feladata a sugárhajtóműveknek repülés közben. Az utasszállítógépek magasan repülnek, mert ott ritkább a levegő, és ez üzemanyag megtakarításhoz vezet. Ez jó a repülőgépeknek, de nem jó az utasoknak. A ritkább levegő miatt kisebb a légnyomás és kevesebb az oxigén. De hogyan segíthetnek ezen a hajtóművek? Mindegyik hajtómű több mint 1 tonna levegőt szív be másodpercenként, hogy előrehajtsa a repülőgépet. Ennek a levegőnek a 20%-át visszavezetik a repülőgép belsejébe, de az utaskabinba nem fújhatják be csak úgy egyszerűen. Ekkor még olyan forró, hogy megsütne egy csirkét. Ezért a gép hasán lévő nyílásokon beszívják a nagy magasságban jéghideg levegőt. A két légáramlatot összekeverik, beállítják a megfelelő hőmérsékletet, majd a levegőt befújják az utaskabinba, hogy kialakuljon a megfelelő nyomás. A repülőgépben uralkodó nyomást egy pillangószelep szabályozza. Ha a nyomás túlságosan megnő, akkor a szelep automatikusan kiengedi a levegőt. 10 000 méteres magasságban a kabinban uralkodó nyomás 4-szerese a kinti levegőjének, az utasok így életben maradnak és kényelmesen érezhetik magukat, de csak addig, amíg a rendszer működik. Képzeljék el, milyen lenne átkelni az Atlanti-óceán felett enélkül. De vajon mi köze ehhez a hajtóműnek? Ez egy az otthonunkban is megtalálható gravitációs WC. Amikor lehúzzuk, a tartályból kiáramló víz megtölti a csészét, és a rendszer U alakú részébe jut. Ez szívóhatást idéz elő, amely mindent magával szippant a lefolyó csőbe.
A vízzel működő gravitációs WC azonban szóba sem jöhet a repülőgépeken. Túl nagy, túl nehéz és túl sok vizet használ. A mérnökök ezért a vákummal oldották meg a problémát, és itt jön a képbe a sugárhajtómű és az általa előállított kabinnyomás. Amikor lehúzzuk a WC-t, hangosan áramló levegőt hallunk, és a szívóhatás mindaddig él, amíg nyomba tartjuk a gombot. Ezért hívják a repülőgépeken használt WC-t aktív vákumos rendszernek. A kabinban lévő nagynyomású levegő mindig keresi, hol szökhet ki a repülőből a szabadba, ahol kisebb a légnyomás. Ezért ezt minden öblítésnél meggátolják. Öblítéskor kinyílik egy szelep, amelyen át a kabinból beszívott nagynyomású levegővel a végtermék egy tároló tartályba jut. Ez a tartály a repülőgép túlnyomás alá nem helyezett gyomrában található. A WC és a szelep közti nyomáskülönbség vákumot hoz létre. A tartályokat a leszállás után kiürítik. A közhiedelemmel ellentétben a végterméket nem engedik ki csak úgy a levegőbe. Az egyetlen dolog, ami itt kijön, a levegő. Az sem történhet meg, hogy öblítéskor a szívóhatás miatt beleszorulunk a csészébe, ha épp rajta ülünk. Az ülőke kialakítása engedi, hogy a levegő cirkuláljon ezeken a nyílásokon, így nem keletkezik elzáródás. A vákumos WC nagyon hatékony. Egyes modellek öblítéskor csak 1 liter vizet használnak el. Az otthonainkban lévő WC-k pedig akár 6 liter vizet is elhasználhatnak minden egyes öblítéskor. A sugárhajtóművek segítségével akár 18 órán át is repülhetünk kényelmesen, levegőt lélegezve. Ez egy benzin és elektromos meghajtású hibrid autó. Az elgondolás az, hogy csökkentsük a benzinüzemű autók káros anyag kibocsátását és fogyasztását, miközben növeljük a villanyautók által megtehető távolságot. Átlagos autónak tűnik, de ha alaposabban szemügyre vesszük, láthatjuk az újításokat, amelyek mindezt lehetővé teszik. Nézzük meg, hogyan működik. Az autók esetében a hibrid egyszerűen csak azt jelenti, hogy az autó meghajtásáról két eltérő energiaforrás gondoskodik. Sokfajta hibrid autó létezik, de a legelterjedtebbek az úgynevezett párhuzamos hibridek. Ezeknél a két erőforrás külön vagy együtt egymással párhuzamosan működik. De mi jelenti a nagy kihívást a mérnököknek? Kevés benzint fogyasztó autó, amely olyan jól gyorsul, mint a benzinfaló társai, de kis motorral, villanymeghajtással és akkumulátorral rendelkezik. Ehhez azonban a mérnököknek ki kellett találniuk, hogyan működjön együtt a benzinmotor és az elektromos motor a maximális üzemanyag megtakarítás elérése érdekében. Azt is meg kellett oldaniuk, hogy a telepeket ne kelljen újra tölteni. Körülbelül 200 kg tömegű akkumulátor tárol annyi energiát, mint amennyi 1 liter benzin elégetésekor keletkezik. Ezért, amíg nem történnek radikális technológiai változások, addig az üzemanyag működtette motorok valamilyen fajtáját fogjuk használni az autóinkban. A hibrid autókészítőknek két komoly problémával kellett szembenézniük, amikor megpróbálták egyensúlyba hozni a gazdaságos üzemanyagfogyasztást és a teljesítményt. Egy kis benzinmotor nagyon hatékony, ha rögzített sebességgel kell cirkálni. De hiányzik a gyorsulás, amikor a gázra lépünk. Egy villanymotor azonnal gyorsul, de a lendület nem tart sokáig. A mérnökök mindkettőt szerették volna, ezért megálmodtak egy okos készüléket, amely segítségével a villanymotor, a benzinmotor és az akkumulátortöltő kommunikál egymással. Ezt a készüléket erőforrás megosztónak hívják, és ez jelenti a forradalmi újdonságot ennél a hibrid autónál. A fogaskerekek meghajtanak egy láncot, amely egy tengelyhez van kötve, a tengely pedig a kerekeket forgatja. A fogaskerekek közti kényes együttműködéstől függ, hogy mennyi üzemanyagot égetünk el. Amikor a kocsi elindul, a villanymotor megforgatja ezt a külső fogaskereket. Így a kocsi sebességet gyűjthet anélkül, hogy egy csepp benzint is elégetne. Tökéletes induláskor és megálláskor.
Az autópályára azonban nem lenne tanácsos kimerészkedni csak elektromos hajtással. Az elektromos meghajtású autókat néhány száz kilométer megtétele után fel kell tölteni, ezért amikor már kellően felgyorsultunk, a benzinüzemű motor veszi át a kocsi meghajtását. Mindez az erőforrás megosztó segítségével történik. Ez a négy bolygókerék elkezd forogni és megnöveli az autó energiáját. Ez a középső kerék is működésbe lendül. Egy generátorhoz van kötve, amely vagy a telepeket tölti, vagy plusz energiát küld a villanymotornak. Az átmenet olyan sima, hogy a vezető semmit sem vesz észre. A változás csak a monitoron észlelhető. Ez megmutatja, hogy éppen melyik meghajtás működik. Most benzint égetünk maximális hatékonysággal, és a telepek töltése sem megy a teljesítmény rovására. Amikor ideje gyorsítani, a villanymotorban van annyi erő, hogy újra felpörögjön és támogassa a benzinmotort. Tehát amikor a gázra lépünk, akkor sem pazaroljuk a benzint. A hibrid autó számítógépe figyeli az energiafogyasztást, és folyamatosan küldi az utasításokat az erőforrás megosztónak. Az leállítja a benzinmotort, amikor nincs rá szükség. És újraindítja, amikor igen. Ha érzékeli, hogy lemerülőben vannak a telepek, elkezdi tölteni azokat. Az elektromos hibrid autó erőforrás megosztója innovációk serege előtt nyitotta meg a kaput. Ez a jármű fordulópontot jelent az autótervezésben. Az autóvezetők megkapják, amire vágynak. Egy nagy teljesítményű, mégis olcsó és messzire eljutó autót. Ez a Zeppelin NT. Hosszabb, mint egy Boeing 747-es, de a tömege csak a töredéke. A Zeppelin visszatért, hogy utasokat és rakományt szállítson, és ez nem légből kapott ötlet. A héliummal töltött léghajó nevében az NT az új technológiát jelöli, azaz az irányítható légcsavarokat, a digitális joystickot és a három repülőgép motort. Ez a gép gyorsabban megy, mint az autópályán száguldó kocsik, miközben 2,5 kilométer magasan repül. Kétszer annyi ideig képes a levegőben maradni, mint egy utasszállító repülőgép. Nézzük meg, hogyan működik. Ezt a léghajót a hélium emeli a magasba. A régebbi generációs léghajókat a jóval olcsóbb hidrogénnel töltötték meg, de ezek veszélyesek voltak. A modern léghajók héliumot használnak. Ez egy rendkívül stabil, nem reaktív nemes gáz, amellyel csak nem olyan jól lebeg, mint a hidrogénnel, de nagyon drága. Az NT burkolatát ezért egy sűrű szövésű anyaggal vonták be, hogy a lehető legkevesebb hélium szivárogjon ki. Márpedig ennek a gépnek sok héliumra van szüksége. Elegendő mennyiséget kell vinnie ahhoz, hogy felszálláskor segítsen legyőzni a motoroknak a gravitációt. Körülbelül 1 köbméter hélium 1 kilogramnyi emelőerőt biztosít. Az NT mintegy 8000 köbméter héliumot tartalmaz, tehát elméletben nagyjából ugyanekkora tömeget emelhetne fel, de valójában majdnem 10 tonna emelésére képes. Hogy lehet ez? Az NT technikai értelemben nem könnyebb a levegőnél. De hogyan repülhet egy lebegőgép, amely nehezebb a levegőnél? A felemelkedéshez 3-200 lóerős motor biztosítja az erőt az NT számára. 2 a törzs oldalára, 1 pedig a hátsó részére szereltek. Ezek változtatható állásszögű légcsavarokat hajtanak meg, amelyek felpörögnek, és már mehetünk is. A hátsó motor egy második rögzített légcsavart is meghajt, amely a léghajó oldalirányú mozgásában segít. A léghajót a motorok tartják egy helyben, amíg az utasok ki és beszállnak. A végső felszállási tömeget egy vízballaszt rendszerrel módosítják, attól függően, hogy hány utas száll be.
Felszállás után a légcsavarok hajtják előre a léghajót. A három motor szűk fordulást tesz lehetővé. A pilóta joystickjával összekötött számítógép vezérelt kormányrendszer segítségével. Így azonnal lehet reagálni a változó körülményekre. Helikopterként manőverezni, lebegni, oldalirányban mozogni és kis ívben megfordulni. Azonban nem csak egy motorizált léggömbről van szó. Az egész szerkezetet egy gondosan kidolgozott váz tartja össze. A gondola, a kormánylapátok, a vezérsíkok és stabilizátorok háromszög alakú grafitvázakra vannak felszerelve. Ezeket alumínium kötőgerendák kapcsolják össze végig a léghajó hosszában, és az egészet szupererős kábelek tartják össze. Az NT belső szerkezete nagyobb motorokat és több rakományt képes befogadni. A héliummal kapcsolatban egy problémát meg kell oldani. Ahogy egyre magasabbra jutunk a légkörben, a levegő ritkább lesz, és a hélium kitágul. Ennek ellenkezője történik ereszkedésnél. A levegő sűrűbb lesz, a hélium pedig összesűrűsödik. Mindkét helyzet befolyásolja a levegőben tartózkodást. Ezért az NT kis léggömböket használ a levegő és a hélium kiegyensúlyozására. Ezek a törzsben lévő levegő mennyiségének növelésével vagy csökkentésével mindig megtartják a törzs tökéletes formáját. A léggömbök levegőt engednek ki, amikor a léghajó emelkedik, és levegőt szivattyúznak be, amikor ereszkedik. Ennyit a repülésről. De hogyan lehet leszállni ezzel a géppel? Az NT nehezebb a levegőnél, ezért a pilótának fokozatosan csökkentenie kell a motorok teljesítményét, és változtatnia a légcsavarok állásszögét a sima landoláshoz. Földet érés után a léghajót egy 20 tonnás mozgatható árbochoz rögzítik. A léghajó még erős szélben is teljesen elfordulhat az árboc körül. Az új Zeppelin nem fog sebességrekordot dönteni, és sürgős esetekben jobb választás lehet a repülőgép, de olcsó, költséghatékony és jó móka lehet vele repülni. Kettőt a törzs oldalára, egyet pedig a hátsó részére szereltek. Ezek változtatható állásszögű légcsavarokat hajtanak meg, amelyek felpörögnek, és már mehetünk is. A hátsó motor egy második rögzített légcsavart is meghajt, amely a léghajó oldalirányú mozgásában segít. A léghajót a motorok tartják egy helyben, amíg az utasok ki- és beszállnak. A végső felszállási tömeget egy vízballasztrendszerrel módosítják, attól függően, hogy hány utas szállt be. Felszállás után a légcsavarok hajtják előre a léghajót. A három motor szűk fordulást tesz lehetővé. A pilóta joystickjával összekötött számítógép vezérelt kormányrendszer segítségével. Így azonnal lehet reagálni a változó körülményekre. Helikopterként manőverezni, lebegni, oldalirányban mozogni és kis ívben megfordulni. Azonban nem csak egy motorizált léggömbről van szó. Az egész szerkezetet egy gondosan kidolgozott váz tartja össze. A gondola, a kormánylapátok, a vezérsíkok és stabilizátorok háromszög alakú grafitvázakra vannak felszerelve. Ezeket alumínium kötőgerendák kapcsolják össze végig a léghajó hosszában, és az egészet szupererős kábelek tartják össze. Az NT belső szerkezete nagyobb motorokat és több rakományt képes befogadni. A héliummal kapcsolatban egy problémát meg kell oldani. Ahogy egyre magasabbra jutunk a légkörben, a levegő ritkább lesz, és a hélium kitágul. Ennek ellenkezője történik ereszkedésnél. A levegő sűrűbb lesz, a hélium pedig összesűrűsödik. Mindkét helyzet befolyásolja a levegőben tartózkodást. Ezért az NT kis léggömböket használ a levegő és a hélium kiegyensúlyozására. Ezek a törzsben lévő levegő mennyiségének növelésével vagy csökkentésével mindig megtartják a törzs tökéletes formáját. A léggömbök levegőt engednek ki, amikor a léghajó emelkedik, és levegőt szivattyúznak be, amikor ereszkedik. Ennyit a repülésről.
De hogyan lehet leszállni ezzel a géppel? Az NT nehezebb a levegőnél, ezért a pilótának fokozatosan csökkentenie kell a motorok teljesítményét, és változtatnia a légcsavarok állásszögét a sima landoláshoz. Földetérés után a léghajót egy 20 tonnás mozgatható árbochoz rögzítik. A léghajó még erős szélben is teljesen elfordulhat az árboc körül. Ebből kiáramló víz megtölti a csészét, és a rendszer U alakú részébe jut. Ez szívó hatást idéz elő, amely mindent magával szippant a lefolyó csőbe. A vízzel működő gravitációs WC azonban szóba sem jöhet a repülőgépeken. Túl nagy, túl nehéz, és túl sok vizet használ. A mérnökök ezért a vákummal oldották meg a problémát, és itt jön a képbe a sugárhajtómű és az általa előállított kabinnyomás. Amikor lehúzzuk a WC-t, hangosan áramló levegőt hallunk, és a szívó hatás mindaddig él, amíg nyomba tartjuk a gombot. Ezért hívják a repülőgépeken használt WC-t aktív vákumos rendszernek. A kabinban lévő nagynyomású levegő mindig keresi, hol szökhet ki a repülőből a szabadba, ahol kisebb a légnyomás. Ezért ezt minden öblítésnél meggátolják. Öblítéskor kinyílik egy szelep, amelyen át a kabinból beszívott nagynyomású levegővel a végtermék egy tároló tartályba jut. Ez a tartály a repülőgép túlnyomás alá nem helyezett gyomrában található. A WC és a szelep közti nyomáskülönbség vákumot hoz létre. A tartályokat a leszállás után kiürítik. A közhiedelemmel ellentétben a végterméket nem engedik ki csak úgy a levegőbe. Az egyetlen dolog, ami itt kijön, a levegő. Az sem történhet meg, hogy öblítéskor a szívó hatás miatt beleszorulunk a csészébe, ha épp rajta ülünk. Az ülőke kialakítása engedi, hogy a levegő cirkuláljon ezeken a nyílásokon, így nem keletkezik elzáródás. A vákumos WC nagyon hatékony. Egyes modellek öblítéskor csak 1 liter vizet használnak el. Az otthonainkban lévő WC-k pedig akár 6 liter vizet is elhasználhatnak minden egyes öblítéskor. A sugárhajtóművek segítségével akár 18 órán át is repülhetünk kényelmesen, levegőt lélegezve. Ez egy benzin és elektromos meghajtású hibrid autó. Az elgondolás az, hogy csökkentsük a benzinüzemű autók káros anyag kibocsátását és fogyasztását, miközben növeljük a villanyautók által megtehető távolságot. Átlagos autónak tűnik, de ha alaposabban szemügyre vesszük, láthatjuk az újításokat, amelyek mindezt lehetővé teszik. Nézzük meg, hogyan működik. Az autók esetében a hibrid egyszerűen csak azt jelenti, hogy az autó meghajtásáról két eltérő energiaforrás gondoskodik. Sokfajta hibrid autó létezik, de a legelterjedtebbek az úgynevezett párhuzamos hibridek. Ezeknél a két erőforrás külön vagy együtt egymással párhuzamosan működik. De mi jelenti a nagy kihívást a mérnököknek? A hibrid autó számítógépe figyeli az energiafogyasztást, és folyamatosan küldi az utasításokat az erőforrás megosztónak. Az leállítja a benzinmotort, amikor nincs rá szükség. És újraindítja, amikor igen. Ha érzékeli, hogy lemerülőben vannak a telepek, elkezdi tölteni azokat. Az elektromos hibrid autó erőforrás megosztója innovációk serege előtt nyitotta meg a kaput. Ez a jármű fordulópontot jelent az autótervezésben. Az autóvezetők megkapják, amire vágynak. Egy nagy teljesítményű, mégis olcsó és messzire eljutó autót. Ez a Zeppelin NT. Hosszabb, mint egy Boeing 747-es, de a tömege csak a töredéke. A Zeppelin visszatért, hogy utasokat és rakományt szállítson, és ez nem légből kapott ötlet. A héliummal töltött léghajó nevében az NT az új technológiát jelöli, azaz az irányítható légcsavarokat, a digitális joystickot és a 3 repülőgép motort.
Ez a gép gyorsabban megy, mint az autópályán száguldó kocsik, miközben 2,5 kilométer magasan repül. Kétszer annyi ideig képes a levegőben maradni, mint egy utasszállító repülőgép. Nézzük meg, hogyan működik. Ezt a léghajót a hélium emeli a magasba. A régebbi generációs léghajókat a jóval olcsóbb hidrogénnel töltötték meg, de ezek veszélyesek voltak. A modern léghajók héliumot használnak. Ez egy rendkívül stabil, nem reaktív nemes gáz, amellyel csak nem olyan jól lebeg, mint a hidrogénnel, de nagyon drága. Az NT burkolatát ezért egy sűrű szövésű anyaggal vonták be, hogy a lehető legkevesebb hélium szivárogjon ki. Márpedig ennek a gépnek sok héliumra van szüksége. Elegendő mennyiséget kell vinnie ahhoz, hogy felszálláskor segítsen legyőzni a motoroknak a gravitációt. Körülbelül 1 köbméter hélium 1 kilogramnyi emelőerőt biztosít. Az NT mintegy 8000 köbméter héliumot tartalmaz, tehát elméletben nagyjából ugyanekkora tömeget emelhetne fel, de valójában majdnem 10 tonna emelésére képes. Hogy lehet ez? Az NT technikai értelemben nem könnyebb a levegőnél. De hogyan repülhet egy lebegőgép, amely nehezebb a levegőnél? A felemelkedéshez 3-200 lóerős motor biztosítja az erőt az NT számára. De ha épp rajta ülünk. Az ülőke kialakítása engedi, hogy a levegő cirkuláljon ezeken a nyílásokon, így nem keletkezik elzáródás. A vákumos WC nagyon hatékony. Egyes modellek öblítéskor csak 1 liter vizet használnak el. Az otthonainkban lévő WC-k pedig akár 6 liter vizet is elhasználhatnak minden egyes öblítéskor. A sugárhajtóművek segítségével akár 18 órán át is repülhetünk kényelmesen, levegőt lélegezve. Ez egy benzin és elektromos meghajtású hibrid autó. Az elgondolás az, hogy csökkentsük a benzinüzemű autók káros anyag kibocsátását és fogyasztását, miközben növeljük a villanyautók által megtehető távolságot. Átlagos autónak tűnik, de ha alaposabban szemügyre vesszük, láthatjuk az újításokat, amelyek mindezt lehetővé teszik. Nézzük meg, hogyan működik. Az autók esetében a hibrid egyszerűen csak azt jelenti, hogy az autó meghajtásáról 2 eltérő energiaforrás gondoskodik. Sokfajta hibrid autó létezik, de a legelterjedtebbek az úgynevezett párhuzamos hibridek. Ezeknél a 2 erőforrás külön vagy együtt egymással párhuzamosan működik. De mi jelenti a nagy kihívást a mérnököknek? Kevés benzint fogyasztó autó, amely olyan jól gyorsul, mint a benzinfaló társai, de kis motorral, villanymeghajtással és akkumulátorral rendelkezik. Ehhez azonban a mérnököknek ki kellett találniuk, hogyan működjön együtt a benzinmotor és az elektromos motor a maximális üzemanyag megtakarítás elérése érdekében. Azt is meg kellett oldaniuk, hogy a telepeket ne kelljen újra tölteni. Körülbelül 200 kg tömegű akkumulátor tárol annyi energiát, mint amennyi 1 liter benzin elégetésekor keletkezik. Ezért, amíg nem történnek radikális technológiai változások, addig az üzemanyag működtette motorok valamilyen fajtáját fogjuk használni az autóinkban. A hibrid autókészítőknek 2 komoly problémával kellett szembenézniük, amikor megpróbálták egyensúlyba hozni a gazdaságos üzemanyagfogyasztást és a teljesítményt. Egy kis benzinmotor nagyon hatékony, ha rögzített sebességgel kell cirkálni. De hiányzik a gyorsulás, amikor a gázra lépünk. Egy villanymotor azonnal gyorsul, de a lendület nem tart sokáig. A mérnökök mindkettőt szerették volna, ezért megálmodtak egy okos készüléket, amely segítségével a villanymotor, a benzinmotor és az akkumulátortöltő kommunikál egymással. Ezt a készüléket erőforrás megosztónak hívják, és ez jelenti a forradalmi újdonságot ennél a hibrid autónál. A fogaskerekek meghajtanak légfelhajtó erőt biztosít ahhoz, hogy a hajó magától visszaálljon eredeti helyzetébe, még akkor is, ha az 5-ből 2 rekeszt eláraszt a víz. Mindez a hajó ballaszt arányának köszönhető. Lényegében arról van szó, hogy a lent megrekedt légbuborékok a felszínre akarnak törni. A motor tömege és elhelyezkedése is segíti az orsózó mozgást. A biztonság kedvéért még egy úszó tartályt is felhelyeztek. Semmit sem bíztak a véletlenre.
Mindennek jó hasznát veszi a legénység, amikor segélyhívás érkezik a csendes óceán kiszámíthatatlan északnyugati vizeiről. A bajba jutottak megtalálása épp oly nehéz lehet, mint eljutni hozzájuk. Egy körbeforgó rádió iránymérő kutatja a segélykérő jeleket. A jel kis időeltéréssel éri el az iránymérő két érzékelőjét. A rádió iránymérő a kapott adatokból kiszámítja a segélykérőjel forrását, és oda vezeti a mentőhajót még akkor is, ha azt a viharos tenger eltéríti útjától. Tiszta időben a bajba jutottak megtalálása itt fent, a nyílt fedélzeten kezdődik. Azzal, hogy 2 méterrel magasabban van, a nyílt fedélzetről 4 kilométerrel messzebbre lehet ellátni. A jobb kilátásnak köszönhetően biztonságosabb a vízbe esett személy kiemelése a vízből. A sűjesztett, a vízfelszín felett néhány centiméterre lévő kamra pedig a vízzel átitatott ruházatú hajótöröttek behúzását könnyíti meg. A hajó középső részén található túlélő helyiség segít stabilizálni a kimentettek állapotát. Vízálló és klimatizált, hogy segítse a megsérült vagy jeges vízből kihalászott hajótörötteket. Van még egy hely, ahol a víz eláraszthatja a hajót. Az ablakoknál. A zárt hajóhíd azért van, hogy biztonságos, vízhatlan helyet biztosítson a legénységnek szükség esetére. Alapos tesztelést követően azonban kiderült, hogy az ablakok gyenge pontját nem az üveg, hanem az ablakkeretbe furt csavarlyukak jelentik. Ezért a kereteket a köréjük elhelyezett akrillemezekkel erősítették meg. Az ablaknak csapódó vízereje így nagyobb felületen oszlik szét. A nagy teljesítményű motoros mentőhajó szinte elpusztíthatatlan, melyet a hajótöröttek megmentésére és a legénység megóvására terveztek. Amikor 10 000 méter magasan egy repülőgépben ülünk, több dologért is hálásak lehetünk. A sugárhajtó művekért, a kabinnyomásért és a vákumos WC-ért. A sugárhajtó műveknek köszönhetjük a biztonságot és a kényelmet, de nem csak azáltal, hogy a levegőben tartják a gépet, hanem azáltal is, hogy fenntartják.